Nomos Irakliou Tsipras Alexios. Ratifikálta a Macedónia névváltoztatásáról szóló egyezményt a görög parlament. Ne psipsan 153. A házelnök a 146 nem szavazat ellenében 153 igent jelentett be. 27 éves vita zárult le ezzel a két szomszédos balkáni állam között. Az eddig hivatalosan Macedónia, korábbi jugoszláv köztársaság nevű ország, ezentúl Észak-Macedónia lesz. Történelmi nap ez a hosszú háborúk, konfliktusok, viták és nacionalista gyűlölködés sújtott a Balkánnak, mondta a görög kormányfő. Tiszta lapot kezdünk, helyet adva a békének, együttműködésnek, barátságnak, szolidaritásnak és egymás megértésének. A görög döntést a macedón miniszterelnök is üdvözölte, Zorán Zaev tweetjében a Balkán és Európa békéjét és haladását éltette. Szóvívőjén keresztül az Európai Bizottság azt írta, nagy reményekkel tekint a névváltoztatást rögzítő Prespai egyezmény gyakorlati megvalósítása elébe. A NATO főtitkára a döntést méltatva megjegyezte, várja a jövőbeni Észak-Macedónia csatlakozását az Észak-Atlanti Szövetséghez. Az Európai Tanács elnöke egy macedón és az itt látható görög nyelvű tweetben is gratulált a két kormányfőnek a lehetetlennek nevezett küldetés teljesítéséhez. Nem mindenki boldog, a görögök jelentős része továbbra is elutasítja a görög Makedónia tartomány nevére hasonlító elnevezést. A névmegállapodás görög parlamenti ratifikálásáról Athén hivatalosan értesíti Skopjét, és megkezdődhet a Prespai egyezmény gyakorlatba ültetése, jelezte az Euronews görög tudósítója. A számos lépés közül az első várhatóan Skopje közeledése a NATO tagsághoz. Nikoleta Druga in Athens for Euronews.